Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. Nyilvánosságra hozta a kormány a stopsoros törvénycsomagot. A három darab törvényjavaslatból álló törvénycsomag alapján a bevándorlást szervező migrációt elősegítő szervezeteknek regisztráltatniuk kell magukat, és be is kell számolniuk tevékenységükről. Külföldi támogatásaik után 25%-os illetéket kell fizetniük, ezt az összeget pedig az állam határőrizeti feladatokra fordítja. Három részből áll az az új törvényjavaslat csomag, amelyet a kormány az illegális migráció kezelésére dolgozott ki. Egyrészt nyilvántartásba vennék a bevándorlást támogató szervezeteket és illetéket vetnének ki rájuk abban az esetben, ha több támogatást kapnak külföldről, mint itthonról. Az illeték mértéke a külföldi támogatás 25%-a lenne. Ezen kívül a törvény lehetővé tenni, hogy a migráció támogató külföldi személyeket kitiltsák Magyarországról. Hogy a személyeket meg tudjuk akadályozni, elsősorban a külföldieket abban, hogy ebbe szervezetszerűen részt vegyenek, ezért egy idegenrendészeti távoltartás intézményét hozzuk meg. Ez az idegenrendészeti távoltartás lehetőséget ad arra, hogy külföldi állampolgárokat akár Magyarországról távol tartsuk, a magyar állampolgárokat viszont csak a schengeni külső határok 8 kilométeres övezetéből. A stopsoros törvénycsomagot csütörtökön nyilvánosságra is hozták, és társadalmi egyeztetésre bocsátották. Ez a döntés a frakció támogatását is élvezi. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz támogatja a kormány tervezetét. Úgy gondoljuk, hogy a kormánynak mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az elmúlt években kialakult bevándorlási válság az Európai Unió hatékony fellépése kapcsán, vagy a hatékony fellépésével lezárulhasson, hiszen eddig azt látjuk, hogy csak és kizárólag a nemzeti intézkedések voltak sikeresek, éppen azért, mert Brüsszel a bevándorlást támogatta. Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön bejelentette, hogy az illegális bevándorlás elleni törvénycsomagról februárban dönthet az országgyűlés. Lázár János hangsúlyozta azt is, azok, akik a bevándorlás szervezését finanszírozzák, legalább olyan veszélyesek, mint azok, akik a bevándorlást szervezik, ezért a törvénycsomag rájuk vonatkozóan is tartalmaz intézkedéseket. A javaslatról mindenki elmondhatja a véleményét a véleményezés@mk.gov.hu e-mail címen. Van egy világos célunk. Azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen bevándorló ország. Mindenkit távol kell tartani Magyarországról, akik olyan dolgot akarnak csinálni, ami a magyarok érdekeivel ellentétes. Ezt már a kormányfő mondta a Kossuth Rádióban. A kormányfő azt is megígérte, hogy a fizetett aktivistákkal dolgozó civilek pénzügyeit az illetékesek nagyítóval fogják nézni. Orbán Viktor kiemelte, a Nemzetközi Menekültügyi Egyezménynek eleget téve 1300 fő részesült oltalomban Magyarországon, főként kiskorúak és nők. Azokat, akik legálisan érkeztek, nem szabad összekeverni az illegális migránsokkal. A miniszterelnök hozzátette, jelen pillanatban 491 személy van őrzött és nem őrzött szálláshelyen hazánkban oltalom alatt.